Ezek a képek a nyíregyházi kosár közösségben készültek. A kezdeményezés célja, hogy a helyi gazdaság megerősödjön, a gazdálkodók közvetlenül értékesítsék a termékeiket, a vásárlók pedig jó minőségű helyi élelmiszerekhez jussanak. A vidékfejlesztési program kiemelten kezeli a gazdák termékeinek legegyszerűbb láncú értékesítését, így a kosár közösségek fejlesztését is. Azok, akik mezőgazdasági termékek előállításával foglalkoznak, egyre inkább elgondolkodnak azon is, hogy ezt ne csak előállítsák, megtermeljék, hanem fel is dolgozzák valamilyen módon és értékesítsék. Tulajdonképpen az egész magyar vidéknek és magyar élelmiszergazdaságnak, mezőgazdaságnak kitörési pontja lehet, hogy amit megtermelnek a gazdálkodók, azt minél nagyobb mértékben fel tudják dolgozni és tudják értékesíteni. Ez nem egy könnyű feladat, viszont pályázati lehetőségeken keresztül én azt gondolom, hogy megteremthető ezeknek a feltételei. A konferencián elhangzott, a vidékfejlesztési program része egy komplex fejlesztési terv. Ebben benne van a termelők, az értékesítéshez szükséges eszközök, a szervezők, valamint a marketing eszközök támogatása is. A vidékfejlesztési program tematikus alprogramja, a rövid ellátási lánc tematikus alprogram, ami azt jelenti, hogy egy közvetlen értékesítési csatorna, vagy egy egyszereplős értékesítési csatornán keresztül történik a helyi termék értékesítése. Ilyen kezdeményezések már, hál' Istennek, egyre többet látni országszerte. Kosár közösségek is vannak, közelben is a nyíregyházi kosár közösséget talán érdemes megejteni, kicsit más, de hasonló a bevásárló közösségek, illetve a közösségi által támogatott mezőgazdaság, ahol az adott fogyasztói csoport a gazdához megy ki, és egy éves szerződés keretében szerez be a gazdától közvetlenül termékeket. Ahhoz, hogy az elosztórendszer jól működjön, szükséges a megfelelő minőségű és mennyiségű nyersanyag előállítása. Ehhez a tanyafejlesztési program nyújthat lehetőséget a tanyasi gazdálkodás és a tanyasi feldolgozás fejlesztéséhez. Szabó Mátyás, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztályának főosztályvezetője a rendezvényen elmondta, a pályázatok kiírása már folyamatban van, és azok összevonhatók más mezőgazdasági pályázatokkal is. Legfeljebb 3 millió forint támogatást kaphat egy tanyagazdaság, ugyanakkor 3 év alatt 4,5 millió forintig ez feltornázható. Ez a forrás, amit a nem uniós támogatásból egy állam, egy tagállam adhat a gazdálkodók számára. Az elmúlt 6 évben több mint 7 milliárd forint volt a tanyafejlesztési programon, több mint 1400 projektet támogattunk. Szabó Mátyás hozzátette, minden évben többszörös a túljelentkezés a programra, ezért az idei 1,2 milliárd forintos keretet a jövő évtől megemelik, így nagyobb költségvetésből támogatják majd a tanyasi gazdálkodókat.